De szép reggelünk van, srácok, hello mindenkinek, sziasztok, sziasztok! Na, kezdjünk is bele a munkánkba, vegyük ki szépen a csákányokat. Kis reggelit szedni magunknak, mondjuk, mit is együnk ma reggel, mondjuk, szedjünk egy kis répát, ne túl sokat, mit tudom én, leszedünk itt egy párat, és szedjünk egy kis krumplit, merre is van a krumpli, az azt hiszem, hogy arrafele van elvetve valamerre, és az gyors mondjuk megsütjük a Kovács barátunknál, nagyon jó, innen is készítünk szépen párat, és ezután majd mi szépen megyünk is bányászni, ugye tovább a bányában. Na, kiszedünk itt mondjuk egy darab fát, meg mondjuk még egyet. Hát bocsi, hogy itt megbontom a kerteteket, barátaim, de hát nincsen nagyon tüzelőm. Jó, jó, mindegy, megsütjük szépen akkor nálunk. Ó, van, ahogy látom, kisütve hús, de akkor mindegy. Ezeket így maradék, így ezt a maradékot így berakom, azt sütjük a krumplit. Na, menjünk szépen bányászni, ugye szépen tovább a bányánkba, és szedjünk ki annyi gyémántot, amennyit csak tudunk, és aztán szépen elviszük majd a városnak a széfébe szépen bezárni, ahol senki se fogja ugye, hát ellopni, elrabolni, stb. Mert azért mégiscsak az ilyen falukba is szoktak azért tolvajok lenni, meg mindenféle, és hát azok elől azért eléggé sokat kell, vagy hát eléggé védeni kell úgymond az érceket, mert hát majd meglátjátok, hogy mennyi érc van már ott összegyűjtve, na de! Szerintem lassan én vissza is fordulok, mert amúgy nem annyira biztonságos ennyi gyémántal itt bányázgatni. Hát azért mégiscsak, azért já, van itt egy kevés gyémánt. Na, menjünk is szépen vissza a szépbe, és akkor, amint kajálunk, szépen le is rakjuk a várjatok, várjatok, a kart itt hagytam a lakásomba. Így is van, itt a kar, amivel ki tudjuk nyitni a széfet. Na, menjünk szépen ugye a széfhez akkor, és rakjuk is bele a gyémántokat, kincstárat, nem szép kincstár. Na, srácok, igen, és így van, ide kell berakni. Nagyon jó, jó, akkor szépen zárjuk is le, vegyük is ki a ne, ez kis srácok, ne, menj már itt, nem bírom megütni, nem bírom megütni, hallod? Ne, vedd ki a gyémántokat, bro, ne, hallod? Haló, gyere már, ez, ne, el fogom kapni, gyerünk, üdv, eltűnt, de, ez ki volt? Srácok, ez ki volt? De, Istenem, halljátok, na erről beszéltem, ide jönnek és elrabolják a gyémántjainkat, nem hiszem el, jó, ezt a pár gyémántot, aj, jó, én ebben nem fogok neki kezdeni, jó, nem érdekel, menjünk vissza gyors a bányába, és szedjünk még egy kevés gyémántot, amennyit csak tudunk, és szerintem lassan én visszamegyek aludni, és akkor, ha Isten, de hogy estedett be ilyen gyorsan, azt sem tudom. Jó, nem baj, menjünk vissza srácok aludni, és akkor holnap reggel akkor megint bele fogunk kezdeni a dolgokba, szépen rakjuk le a cuccokat, most ezt a gyémántot akkor már itt hagyom. Na és akkor aludjunk, és reggel találkozunk. Jaj, de jó reggel, te mit csinálsz itt? Megy már le az ágyamról, te nézszélegem a havás közben, úristen, de de ijesztők srácok, jó. Kiveszem akkor ugye szokásosan a cuccaimat, és akkor menjünk vissza bányázgatni szépen szokásosan a bányánkba. Kiszedünk némi gyémántot megint, és akkor újra lerakjuk. Hát nem tudom, hogy ki volt ez az alak, aki itt volt, és hogy hova tűnt, de hogy egyszer csak bum, azt láthatatlan lett. Ez nagyon-nagyon idegesítő, meg rossz, úgymond, hogy nem látjuk, hogy hova menekült, mert mindenféleképpen, hát láttatok, hogy mennyi gyémánt volt ott. Mindet ellopta, srácok, ez azért nem így megy, hogy te csak megfogod, azt betörsz a... Annyira izé, meg amúgy nem tudom, láttátok, de tökre fura volt így a arca, meg a keze is, így nem tudom, nem olyan volt, mint egy átlagos falusi, na mindegy, jó, szépen, óvatosan, jó, bemegyek, szépen lerakom, jó, oké, jó, kiveszem, kitöröm a ne, menj már innen, menj innen, ne, kitör, hogy törte ki azt az ajtót? Ne, jó, nem érdekel, srácok, most én el fogom kapni, merre megy, hova, arrafele, arra, ott van valami, ott van valami piros cucc. Jó, oké. Oké, tudom, hogy merre menekült. Viszont, srácok, mielőtt oda megyünk,
Akkor én visszamegyek gyors a bányához, szedek ki egy kis gyémántot, és csinálunk magunknak egy gyémánt szettet, mert ilyen full cucc nélkül azért nem szeretnék oda menni. Mindjárt meg is vagyunk, nagyon jó, még hiszedünk 3 gyémántot, és mehetünk is szépen vissza, és akkor csináljuk meg a gyémánt szettünket, és utána járunk, hogy ki ez a fazon, aki folyamatosan idejön és ellopja a gyémántunkat, mert én egy ilyen alak mellett nem vagyok hajlandó csinálni itt a bányászkodás meg mindent a faluban. Csinálunk szépen egy gyémánt kardot, csinálunk egy gyémánt, na szedd már ki a kardot így, csinálunk egy gyémánt baltát, és mondjuk még csinálunk egy gyémánt ásót, hogyha már ilyen sok gyémántunk van, nagyon jó, és csinálunk egy gyémánt lábszárvédőt, ugye csizmát, csinálunk egy gyémánt fejest, meg csinálunk egy gyémánt mellvértet, nagyon jó, és akkor ezeket gyors felvesszük, elrendezzük a cuccokat, és srácok, megpróbáljuk kiteríteni, hogy mi is, vagy ki is ő, és egyetlen hova menekült. Tehát megnézzük, hogy egyáltalán milyen az ő helye, vagy hogy nem tudom, hogy hol van egyáltalán. Hát majd oda is majd kéne csinálni majd egy új vasajtót. Jó, na, arra van elvileg a bázisa. Én elkezdek arrafelé futni, és mi az ott? Ott van valami óriási nagy kráter, ezt mindjárt megnézzük. Nem tudom, srácok, hogy mi ez az óriási nagy kráter, de hogy látom, hogy valami TNT robbant fel, vagy nem tudom. Na mindegy, menjünk oda és nézzük meg, hogy akkor az mi. Oda van írva valami tábla, itt vannak nyomorlapok, én ezekre inkább nem lépnék rá. Itt nincs semmi, menj innen. Aha, oké, akkor van egy olyan érzésem, hogy itt azért csak lesz valami, viszont aha, jól gondoltam, srácok, itt tele van csapdázva meg minden. Jó, megnézem, hogy itt, aha, oké, és erre fel lehet bejutni, itt van valami jump. Jó, akkor én azt mondom, hogy akkor szépen, Istenem, mondom, szépen kivisszük ezt a jumpot, és megpróbáljuk megnézni, hogy biztos, hogy ide menekülhetett, tehát mondjuk azért eléggé feltűnőnek néz ki ez az egész, szóval reménykedek benne, hogy meg fogjuk talán, de annyira rég jumpoltam, srácok, régen egy csomó kellett jumpolnom, és amióta nem jumpoltam tökre, kiszoktam ebből a helyzetből, menj fel, jó, oké, jó, kicsikét így, ne visszab el, mindig félre ugrok, nem már, na, vigyük ki, gyerünk, elsőre, mondjuk 11-ére kb, jó, megvan, jó, oké, nagyon király, jó, ez is megvan, és itt már azért elég, nem már, miért ilyen nehéz, miért szivat engem ennyire ez a játék, no, gyerünk, itt most már nem fogok megakadni, gyerünk, jó, ne túl nagyot, jó, oké, jó, oldalasan jó, megvan, oké, és ez itt mi? Itt van valamilyen dolog, ilyen kis dombosodás, vagy aha, oké, itt egy csesz, jó, oké, és aha, ebben van ópiama, van gyémánt, és van egy kar, gondolom, hogy ez a kar, amúgy volt nálam egy kar a bankunknak, vagy a izének, széfünknek a karja, na, akkor idején lemegyek, és aha, ott van valami, oké, itt át kéne nekem mennem, oké, értem, egy kicsikét durva, jó, rendben, akkor ezt mondom, hogy szaladjunk át, az igen, lassúság, gyengeség, méreg, jó, oké, tele lettem mindenféle jóságokkal, és gondolom, hogy aha, itt lesz benne a falusi barátunk, jaj, de jó, ott alszik, jó, és hol vannak a ellopott cuccaink, azok biztos, hogy nála vannak, jó, srácok, nem tudom, hogy fel kéne őt kell, felkelt, oké, mindegy, ezt elrontottuk, úristen, milyen kard, ezt én ellopom, bocs, hello, ja, nem vett észre, oké, akkor kiveszek még egy csomó ópiamat, az ő nekünk is legyen, jó, észrevett? Nem vett észre, de béna, oké, észrevett, hello, kedves falusi, elsősorban szégyelt, oké, mindegy, nem szóltam, na, hello, kedves, jó, gratulálok, felrobbantodat, jó, nem baj, nem szólok bele, úgy van, még egy kicsit hallod, még egy kicsit robbantgass már, legalább felrobban a bázisod. Falusi, elloptad a cuccainkat, elloptad a gyémántjainkat, és azonnal add vissza, felszólítalak. Szia, nem tudom, miről beszélsz, én nem loptam semmit, aha, na persze, ugyanilyen kezed volt, meg ugyanilyen volt a kinézeted, ilyen nem átlagos, falusi, tudod mit? Biztos vagyok benne, hogy valahol itt lesz, srácok, muszáj lesz felfedeznünk, hogy mit izélsz. Figyelj, kiderítem, hogy hol van a lopott gyémánt, azután kezd el itt izélni, hogyha nem volt igazam, jó? Szépen, srácok, fel fogjuk ásni az egészet. Majd vissza fogom neked szépen építeni, meg minden, de én most ezt az egészet fel fogom ásni, és addig nem fogom tűrni, amíg nem találok valamit. Például itt van egy lila blokk, mondjuk itt nem volt. Aha, még hogy nem te loptad el? Még hogy nem te voltál? Aha, na persze, igen. Akkor ezek mi volt? Aha, jó, oké, PvP-zni akarsz? Na gyere, jó, játsszuk le.
Hogyha ezt akarod, menjem, gyerünk. Srácok, elkezdett engem ütögetni, jó, értem, aha, szóval értem, oké. Persze, nem te raboltad el, mi, és én ezt el is kellett volna, hogy higgyem, jó van, falusi barátom. Hát rendben, oka, oké, látom, te itt zombikat is tudsz leidézni, meg ilyenek. Nem baj, hát az összes meg fog halni. Nem érdekelnek az ilyen alattvalóid, vagy nem tudom, kik ezek. De hallott, te nagyon izé vagy, miért kell elrabolni más cuccát, ami nem a tied? Ha? Miért kell ennyire gonosznak lenni? És még bele is hazudsz a képenbe, és nem tudod elmondani az igazat? Nem érdekel. Nem érdekel. Ennek most következményei lesznek. Ennek most bizony következményei lesznek. Elegem van abból, hogy az összes karakter próbál itt minket átvenni. Gyere szépen, gyere oda ki. Gyere oda szépen ki. Gyere. Na, gyere. Azaz, menjél. Gyerünk, menjél. Haha, bele fogom lökni. Gyerünk. Az a gond, a kardon nincsen hátulökés mondjuk, de... Mindegy, gyerünk! Ja, mindegy, amúgy is meg kezdtek elfogyni ebből a cuccok. Na gyerünk, falusi! Gyerünk, mutasd meg, hogy mit tudsz! Üssük! Gyerünk! Úristen, mennyi cucc van azért még benne. Jó, oké, ezek azért annyira nagyon nem erősek. Na gyerünk! Ez a méregpoci, meg minden már van rajtam, beveszek még egy OP-t. Jó, gyerünk, ezeket a csontokat is lassan meg kéne ölni, gyerünk, öljük srácok, üssük, halljon meg, gyerünk, meghalt, jó, oké, megöltük gyorsan mobokat is, gyerünk, gyorsan, hajj már meg, jó, meghalt, oké, az is meghalt, nagyon jó, és még a cucca is itt van nekünk, jó, nagyon király, hát srácok, látjátok, előlünk nem tud senki se elfújni, de jó, elbújni, nagyon jól tudok beszélni. Hát srácok, hogy tetszett ez a videó, akkor csapostok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra, és nagyon-nagyon szépen megkérnek titeket, hogy ugye most lett egy harmadik csatornám, és nagyon-nagyon örülnék hogyha arra is úgymond feliratkoznátok, ugyanis ott is lesznek valószínűleg minden nap tartalmak, hardcore, survival, mindenféle minigame meg ilyenek. Szóval nagyon-nagyon szépen megkérlek titeket, hogy oda is iratkoztok fel. Leírás első sorában ott lesz a csatorna. És ja, találkozunk legközelebb. Én Dani voltam, és még egyszer köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!